Sziasztok! Itt Szindák Vihet Quarters, és visszatértem a Starshine Legacy második részével. Na, megnéztük, mármint megnéztem azt, hogy a második szinten is három darab csillagot kell megkeressünk, szóval essünk is neki. A Jorviki istáló. Az első nap új élményeivel elmegy a Jorvik lovasiskolába, gondolom Liza. Gyermekkora békés lovaglásainak emléke elhalványul a fájdalom mellett, amit akkor érzett, amikor leesett és megsérült. Vesz egy mély lélegzetet és elindul a lovarda felé, hogy visszaadja Lindának a kulcsát. Na rendben! Most már viszonylag jobban tudom ezt így irányítani, bár még azért mindig nehéz. Oké, szóval ez a Jorvik lovarda, micsoda hely, és meg kell találnom Lindát, aki annyit segített nekem, és vissza kell adnom a kulcsait. Na most! Az a lovarda, király, ezt is megtudtuk. Rendben. Hát akkor essünk neki. Itt van N. Beszélek mindenkivel, most ez lesz a taktikám. Úgy tudni megtanulom az összes csillagot. Ó, szóval itt vagy. Nem is tudtam, hogy téged is érdekel a lovaglás. Ez az én lovam, Concord. Ő a leggyorsabb csődör mind közül. Mellesleg flörtörtél Josh-sal. Nem igazán. Tényleg láttad Lindát? Azt hiszem láttam pár percen. Az istálóban kerested már? Ki gondolta volna. Itt a low. Oké, ott lesz az istáló, de én amúgy meg ott beszélnék pár emberre. Látom, ott van Alex, Josh, a körbe-körbe sétáló random lányjal szerintem nem kell beszélni. Eliza, de jó, hogy látlak. Mr. Hermannak segítek egy kis zseppénz fejében. Oké, ki az a Mr. Herman? Nem tudjuk. Az a csaj, ez biztos nem csinál semmit, de itt Alexnél tuti fontos dolog van. Nézzük, hogy mit csinál. Hé, Liza, hogy mentek a dolgok ma? Végül amúgy minden jól ment, köszönöm a kérdésedet, és azt is, hogy segítettél. Mit csinálsz amúgy? Szeretném működésre bírni ezt a masinát, hogy a lovak kaphassanak enni, de úgy tűnik, itt senki nem tudja, hogy kell elindítani egy ilyen egyszerű gépet. Szívesen beszélgetnék, de ezt még ma be kell indítani. Tanom. Mi a múlt? Itt egy csillag. Akkor már csak szétnézünk itt. Meddig lehet vajon elmenni? És itt mi van lent? Le tudok esni? Nem. Itt a kövi csillag. Meg valami izé van, látom. Ilyen... hogy nagy sziklát láttam ott. Na, akkor itt jön a körbe-körbe sétáló csaj, közben visszaért és tudok vele beszélni. Még egy csillagot kell megtaláljunk. Most a feje tetején áll minden, de is közeledik a verseny. Jó, milyen mert. Na, itt ki van? Vele kell beszéljek? Jaj. Kál a leggyorsabb ló a környéken, és ragaszkodom hozzá, hogy mi legyünk a sztárindulók a közelgő versenyen. Mit keresel itt, városi liba? Több mint egy évet kell várakozni, hogy valaki bekerüljön a Jorvik lovardába, úgyhogy felejtsd el, hogy velünk lovagolhatsz. Szabinének igaza van. Sajnos, tele vagyunk. Nagyon szívesen szorítanék neked helyet, de ez pillanatnyilag lehetett. Kérlek, nézz körül a lovardában, és érezd otthon magad. Lindát keresed, nézd meg az istálóban, ott segít leltárba venni a készleteket és az ellát. A kis piroska, nálj az utánba, se káméba. Te elpusztultál, és akkor ezt az ajtót kinyitjuk. Wow! Itt egy ló. Egyetlen egy ló. Jó, ne nézzünk szét. Itt tuti lesz valami csír. Nincs. Itt se nincs. Se nincs. De biztos, tud itt van az istálóban. Várjunk. De lehet erre menni. Sétálunk a vizen. Nincsák vagyunk. Oké. Ezt a szintet kimaxoltuk, most beszéljünk ezt. Olyan szomorú dolog, ez ilyen szép ló, és valami nincs rendben vele. Mi a baja? Neve Starshine, nyilvánvaló.
Akár a leggyorsabb ló lehetne Jorvikban, csak hogy elvesztette az akarat erejét, nem akar enni, inni, és senkit sem enged közel magához. Nagyon rossz állapotban van. Attól tartok, hogy el kell majd altatnunk. Beszél hozzánk a ló, gyerekek! Ki vagy? Ki vagy? Ki szólt? Ha-hó, ha-hó, ha-hó. Ki vagy? Gyere közelebb, itt vagyok a sötétben. Sztársán, gyönyörű vagy, de hogyan hallhatlak? Csak a fejemben szólsz. Nem tudom, kislány, de én is hallak. Elég ijesztő, kérlek segíts, valami felemészt, egy sötét erő, miről nem tudom micsoda. Biztos vagyok benne, hogy vissza tudok jutni a kifutóba, ha segít. Mi ez? Hogyan érthetem, mit akarsz, társány? Segítenem kell rajta, beszélnem kell Hörmannal, azonnal. Na, akkor Hörmann, itt vagy. Ez hülye. Most azért akartam szólni, hogy társány, nem megpusztuljam. Mi van? Meg kell találnom Lindát, hogy visszaadjam a kulcsát. Ja, te közben itt vagy! Ja! Hé, Liza, de jó, hogy itt látlak. Nem tudtam, hogy érdekel a lovagás. Tulajdonképpen azért jöttem, hogy visszaadjam a kulcsomat. Nagyon köszönöm, hogy segítettél. Azt hiszem, Sabine haragszik rád valamiért. Aha, nem tudom, mi baja lehet. Gyanítom, hogy ő lopta el a kulcsomat, és csempészte a telefonját a szekrénybe, csak hogy bajba kerüljek. Nem ismerem igazán, de nem lepne meg. Figyelj amúgy, ki kell vinnem Starshine-t a kifutóra, hogy bebizonyítsam mennyit ér, különben elaltatják. Csak az a gond, hogy évek óta nem lovagoltam, és nem tudom menni fog-e. Ne aggódj, Liza, higgy magadban, és minden rendben lesz. Köszönöm, semmit nem mondtál, hülye Liza. Herman, mit tettek érted, kislány? Csak egy esélyt adjon nekünk, kérem, könyörgöm, itt mindenki azt hiszi, hogy Starshine semmire semmi, de biztos vagyok benne, hogy még annyira sem. Mármint így az a lényeg, hogy valami azt súgja, hogy valóban tudnál segíteni. Liza vagy, ugye? Biztosan találunk neked. És kivisszük Starshine-t. Na! Most felnyelgetjük Starshine-t. Ha ráveszed, hogy körbejárjon, megígérem, hogy helyet kapsz a csapatban, és szép jövő vár Starshine-nak. Hatalmasát fogsz esni, kis barátnőm! Ne figyelj rá, Liza, minden rendben lesz! Hajrá, ne hagyd, hogy Sabine megúszza! Ó, Starshine, biztosan valami nagyon rossz dolog történt veled. Megpróbálom jóvá tenni. Valamilyen furcsaokból úgy érzem, hogy kötődöm hozzád, még ha nem is hallom már a hangodat. Talán csak képzeltem, hogy... Ó, megjött ez a... Gollampofa. Most erősebben érzem a sötét erő jelenlétét. Segítened kell. Furcsa, akkor kezdődött, amikor megjelent az undok Mr. Sands. Na. Szegény ló, úgy tűnik Starshine nagyon ideges, mielőtt felülnél rá, meg kell nyugtatnod. Nem hinném, hogy tudod, hogyan kell a lónak gondját viselni. Ne figyelj rá! Liza, csak maradj Starshine közelében és paskold meg néhányszor. Oké? Okay. Ó, oké. Okay. Szóval... A kígyó szemű lovat veregetjük, ügyi, pusztulj. Ja, meddig kell még simogatni amúgy? Na, ez nagyszerű, Liza. Talán van oda bent egy egészséges ló, amelyik csak arra vagy kiszabaduljon. Reg, itt egy ló. Be van nyergelve, bár mondjuk már alapul így volt bent az istálóban is, ami furi, nem kényelmetlen kicsi Starshine, és itt áll velem szemben, ez full egészséges. Próbálj meg fölülni rá, lássuk sikerül rávenned, hogy körbe menj a kifutóba. A szerencsés városi liba, biztos vagyok benne, hogy előbb a földön találod magad, mint ahogy kimondom, szemétfehér hercegnő. Azt hittem, én vagyok a szemétfehér hercegnő, ne foglalkozz vele, Liza. Kérlek, Starshine, mindkettő kedvéért, most ne hagyd el magad, megpróbálom, de tarts távol tőlem azt az embert, olyan, mintha nem látnék tisztán. Aha, van most, hogyha egy mellé megyek, akkor itt felszállok, és akkor a kék csillagokat kell felszedni, őt is a VASD-be támítom. Aha, ja. Nice, van. Nem tudok gyorsabban, mert most ez ilyen feladat.
Jó élesen be tud fordulni amúgy a paci. Na ez ügyes volt egyenlőre. Nagyon, nagyon jó. Szállj le a rólad, és gyere ide, hogy beszélgessünk. Pont erre vágytam. Szóval, leszálltunk a paciról. De jövök Hermannhoz, hogy beszélj. Ez igazán lenyűgöző volt, Liza. Azt hiszem, te és társán megtanítottatok be. Mondjuk járni. Szerintem jó ötlet lenne átvinni társánt a nagy kifutóba, és megnézni, mire képes valójában. Hát, kicsit ügetni egy dolog, de ez a roncs semmi Kánhoz képest. Valamúgy a te lovad amúgy, Szabin. Nem azért, de... Oké, okay, Concord az itt van. Igazából... Ja, nem is ugyanaz! Azt a nézzétek Concordnak milyen csapott farka van, hát az kurva menő. Én vele akarok lenni. Ez kurva nagy állatság. Anyás. Vegyük könnyedén, Starshine, és biztos vagyok benne, hogy minden rendben lesz. Különös. 10 éves koromtól félek Lordban, de veled nem. Liza, indulnom kell a könyvtárba, később majd hívlak. Sok szerencsét a nagy kifutóban. Oké. Ez a nagy kifutó. Itt rendezik a versenyeket. Én mondom, legfeljebb nézőként kerülhetsz a verseny közelébe. Úgyhogy ne is álmodj róla, városiliba. Ne felejtsd el, hogy vágtára kell bírnod Starshine, mielőtt átugratkozom. Nem vágtázik, nem lesz hajlandó átuk. Rajta, Liza, rajta! Oké, rendben. Szóval... Ülünk rá. Most nem kellett volna lenyugtatni? Oké, hogyha már néhányszor lenyomom a dupla V gomba, gyorsul. S gomba, lelassul, szó közzel, ugrik. Hát ez... Irka. Miért vagyunk ilyen csigalassúak? Szép. Amúgy egyelőre egész jól ugráljuk át ezeket az akadályokat. Nem akarom magam elszólni, mert ilyenkor mindig az van, hogy tuti leverem ezt. Nem. Az ugrásnál úgy begyorsulunk, de amúgy meg, mint hogyha olyan lassúak lennünk. Ajj, és akkor le is vertük. Látszik, hogy Starshine még bizonytalan. Egy picit. De egész jók vagyunk. De tényleg tök jók vagyunk. És társának beértünk. Mindannyian le vagyunk nyugodva. Szállj le társáról, és gyere ide, Liza. Oké, leszálltunk. Eléggé könnyű volt eddig. Hát, úgy érzem, valami rossz dolog fog történni. A fehér ló tényleg gyors. Ez csodálatos. Starshine-nal nem csak az iskolában szereztetek helyet magatoknak, de a versenyen is indulhattok a hétvégén. Wow! My God! Egyből! És hát velem meg Kánnal találkozom majd, és akkor ez a fehér tehén nem tűnik majd annyira gyorsnak. Amúgy, mondanám neked, kislány, hogy az fai besorolás szerint egy ló, nem egy tehén. Csak mondom. Hoppá, mi a baj Starshine-nal? Nézd csak! Starshine megint nagyon ideges. Liza, úgy tűnik, te vagy az egyetlen, aki meg tudod nyugtatni. Próbáld meg pasikolni. Figyeld, milyen ideges. Húha. Húha! Húha! Ezt a színjátékot, Oscar díjat neki. Az igen. Segíts, Liza, ettől féltem. Mondd, mit tegyek, Starshine, bármit megteszek. Nem tudom, de úgy érzem, te vagy az egyetlen, aki kimenthetsz ebből a helyzetből. Meg a szemedet is becsukta. Ez nagyon-nagyon Oscar-díj, gyerekek. Tehát... most mit csináljak veled? Josh, hát a te tudsz tanáltad. Starshine megsérült, segítség! Vigyük vissza ezt a nagyszerű lovat a helyére, én pedig hívom az állatorvost, hogy azonnal segíts. Ez nagyon aggasztó. Nem tudom megállapítani, milyen eredetű a sérülés. Semmit nem látok, de nyilvánvaló, hogy az állat szembe. Ma megleptél, Liza. Nyilvánvaló, hogy kapcsolatot teremtettél Starshine-nal. Erre hosszú ideje senki nem. Hogy érti ezt Mr. Herman? Egyesek szerint léteznek olyan különleges emberek, akik megértetik magukat a lovakkal. Talán te is közülük való vagy. Jé, ki gondolta volna most? Te állsz amúgy?
Megtérdel. Egyesek szerint ehhez más képességek is társulnak, tudod. Gondolja, hogy tudok segíteni, amúgy hova beszélek? Tudok segíteni társadalmon, amikor az orvos nem képes rá? Nézd magadba, Liza, talán tehetsz valamit, amire mi nem vagyunk képesek. Hadd nézem a lábad, társán, megpróbálok tenni valamit. Amúgy gyerekek, most hogy megjelent egy ilyen sisak a kobakunk fölött, az jó, ilyen spártai sisak. Amúgy, hogy ilyen sok különféle hangot adok ki közben, tök fárasztó. Ezt így eddig nem tapasztaltam. Na, közelebb megyünk, és akkor csillámport szórunk rád. Esen. Furcsa volt, Liza, a különös sötétség, ami folytogatott, majdnem teljesen eltűnt. Majdnem sikerült, Liza, ne add fel. Hát akkor még egy kis csillámpor. Na, ide jött a gollam. Érzem az erőt, de nem elég, Liza. Sajnálom, Starshine, nem tudom megtenni. Valamit ki kell derítenem, vagy meg kell tudnom ahhoz, hogy képes legyek segíteni. Én is úgy éreztem, hogy közel jutottam, de túl gyenge vagyok. Vagy csak ide jött ez a kettő retkes kuki. Ez alól még a kifutóban sem tudott rendesen ügetni, és meg azt akar, hogy ezzel mérkőzünk meg én és a csodáskán. Inkább altassa el, akkor az iskának nem kell többé szégyenkeznie. Erről szó sem lehet, Szabin. Ma egy csodálatos lovat láttam odakint. Fehér volt, kígyó szemű, és gondoskodni fog. Főként, hogy megsérült, segítségre van. Talán javasolhatok egy megoldást. A nevem Mr. Sands, és azokat képviselem, akik sérült lovakon segít. Szép összeget ajánlok a szerencsétlen állatért. Megszakadna a kislányok szíve, ha elalta. Amúgy én magasabb vagyok a Mr. Sands-nek. Jó, azért nem, de nagyon para ez az ember. Sajnálom, Mr. Sands, de nem adom el a lovat, és nem is fogom elpusztítani. Most meg kell kérnem, hogy távozzon, de amúgy meg miért? Hát jó, dicséretes az elszántsága, Mr. Herman. Akinek ugyanolyan a fizimiskája, mint a pedellusnak. Most elmegyek, de biztosan találkozunk. Az igen. És hívnak minket. Csörög oldalt a telefon. Ki hív? Jaj, nem Erkel. Na, ki hív? Igen, tessék. Szia, Liza! Linda vagyok. Gyere át a suli könyvtárába. Találtam néhány érdekességet. Suli könyvtárába? Második szint teljesítve. Következő rész. Suli könyvtár. Bal valószínűleg. Eddig nagyon maxoljuk ezt az egészet. Ide el is mentjük ezt a részt. Ja, és a következő szinten is azt hiszem 3 csillagot lehet megtalálni. Ennyi lett volna ez a rész, szintek, és az erő legyen veletek, sziasztok!